Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Kasper csapat nevében. Ma egy kicsit beszélni fogok, nem pedig offroadozunk vagy henkolunk. Szeretnék beszélni az autóról, amit már talán egy pár videóban láthatatok is. Ez egy 98-as GU Y61-es rövid patról, 2800 köbcentis soros 6-os 6 tengeres dízelmotor van benne. Az első dolgunk az volt, miután megvettük, hogy a mechanikus adagolót beletetettük Gödöllőn, a gödöllői dízelszervizbe. Egy kicsit az ereje is megnőtt az autónak, illetve sokkal-sokkal biztosabban indult. Mondom ezt azért is, mert magát az autót azt a választék legaljáról választottam ezelőtt ugye egy évvel. Nem ajánlom senkinek, tehát gyakorlatilag körbe volt rohadva, ahol kellett, ott szét volt rohadva. Persze a küszöbök, az ívek, azok mind-mind rohadtak voltak. Jelen pillanatban is még itt van egy nagy rozsdásodás, hogy ez a klasszikus rozsdásodási pont, ahol a kaszni és az almavász találkozik. Ezt majd még orvosolnunk kell. Láttátok egy előző videóban, hogy csináltunk rá vaslökhárítót. Na most azt a vaslökhárítót azt ilyen próbának szántuk. Megpróbáljuk majd az elejét is megcsinálni, és hogyha nekikezdünk, akkor majd megvágjuk itt ezt a részt. Szóval ő a második autónk. Az első autónk ugye a Samurai volt. Egy nagy fehér szellem matrica volt az oldalán. Emiatt neveztük el Kaspernek. A következő autón is a Kasper név rajta ragadt. Így lettünk Kasper csapat. Az autóról szeretnék egy pár dolgot mondani. Azt már mondtam, hogy eléggé az aljáról vásároltam a kínálatnak. Miután elhoztam az autót, az első problémája az adagolóval volt. Gyakorlatilag már adagoló hibásan mentünk Erdélybe. Lehet vele persze úgy menni. Kellett egy kicsit locsolgatni, illetve néha egy kis hidegindítóval rásegíteni arra, hogy induljon. Természetesen ezt egyből orvosoltuk. Most van benne egy mechanikus adagoló, meghenkoltuk, vagy legalábbis a gázbobdán beszorult a legutóbbi GTT futamon, úgyhogy azt most egy gyors kötöző fogja. Ugye, de hát ugye a jól működő ideiglenes megoldások véglegesek, úgyhogy egyelőre az is marad, majd maximum beteszünk egy új gázbobdánt arra az esetre, hogyha kell, hogy ki tudjuk cserélni. Motornak, tehát nincs probléma ezzel a mechanikus adagolóval, szép ereje van, természetesen szépen is füstölt. Igazság szerint ugye ez az XT olasz márkájú XT, mindig elfelejtem a pontos nevét, van alatta az Offshore Shop-tól, kicsit puha, és ezért valamiért hátul mostanra feltettük ezt a plusz sárvédő szélesítést egy nagyon-nagyon picit belejét. Van az autó, mit tenni-venni. Az egyik az, hogy most nemrég a napokban, még amikor kiszöktünk a karantén ellenére egy kicsit offroadozni, eldurrant az alsó hűtőcső, most jelenleg folyik belőle a hűtőfolyadék, azt mindenképpen cserélni kell. Leszettem azt a haspáncélt is, amiről szintén raktam fel képeket. Ránk is szóltak, hogy az úgy nem jó, mert a magát a funkcióját nem látja el, tehát hogy a hasát nem páncélozza az autónak, tehát hogy nem védi se a kormány összekötőt, se a kormány rezgés csillapítót, úgyhogy azon egy picit majd módosítani fogunk még. Ezen fölül még be kell kötni a lámpákat rajta, legalább lesz mivel mókolni. Illetve föl kell tölteni a légkondicionált berendezést, ami újonnan került bele, ugyanis nem volt benne se légkondicionál, se hátsó kapcsolható differenciázár. A légkondit egy másik légkondis autóból, bontott patrolból tették bele nekünk Balaton mellett.
Igazság szerint szerencse, hogy a japánok minden kábelköteget előre betesznek, gyakorlatilag tényleg csak a fő részeket kellett beemelni, és működőképes, vagy legalábbis működőképesnek tűnik, nem volt alkalmunk kipróbálni, hogy hűteme nincs feltöltve gázzal. És még egy nagyon fontos dolog, amire szeretnék kitérni, az pedig a futóműve, nem volt benne gyárilag kapcsolható hátsó differenciálzás se. Egy sperdifi van benne, nem tudom milyen előfeszítése, nem tudom hány százalékosan zár. A terv az az, és már beszéltem is a megfelelő emberrel, hogy előre is kerül bele egy sperdifferenciálmű, aminek majd a előfeszítését kitaláljuk, a zárási százalékát, hogyha ezt jól mondom egyáltalán, mivel ebben nem vagyok annyira otthon, majd meghatározzuk. Esetleg, ha van valami tippetek, nyugodtan írjátok le. Én szerettem volna mindent 100%-osan zárni, mert hogy az is lehetséges, mint kiderült, de talán ez az első tengelynél ez nem igazán szerencsés. Illetve, ha már az első tengelyt hozzányúlunk a differenciálműhöz, akkor talán a hátsó differenciál zárnak a házát is, ami egyébként egy öntött ház, azt is lecseréljük. Remélem, hogy ez is tetszik nektek, és jókat rögtök azon, hogy mennyire bénázunk, illetve csodálkoztok majd azon, ha találkozunk valamelyik versenyen, az autó még gurul, és nem álltunk vele fejre. Úgyhogy mindenkinek jó karanténhenkulást kívánok, találkozunk a következő videóban.